függőleges, vízszintes, na emelje fel a tüvegét az, akinek függőlegesen vannak a lyukak. Jó, tehát kinek vannak függőlegesen a lyukak, föl a tüvegeket, jó. Ki az, akinek vízszintesen vannak a lyukak? Jó, rendben, akkor kísérlek a következő lelete. Most egyedül vagy, de majd nézed a tökéletét. Az lesz a kérésem, hogy mindenki úgy engedje tele az üveget vízzel, hogy befogja az ujjával a lyukakat, és amikor már tele van, akkor fogjuk elengedni. És nem csak azt kell megnézni, hogy a te üvegedből hogyan folyik ki a víz, hanem hogy a másikéhoz képest mi az azonosság és mi a különbség. Mi a különbség, ha vízszintesen folyik ki a víz a lyukakon, és mi a különbség, ha függőlegesen. Ugyanolyan mértékben folyik, nem messze, közelebb, ezzel kapcsolatban kellene megnézni, hogy mit tapasztalunk. Jó? Na jöhetek ide. Ehhez felfordítani. Megvárom az övét is, és úgy fog látszani különbség. Jó, nekünk is adunk kézet, jó. Úgy kell, hogy egy piros, egy fehér üveg, és akkor látjuk, hogy... Hát azért mondom, hogy a Bencét meg kell. Jó, megvárom. Végre vettem az útjára a napra. Pont jó helyen, hogy most lehet a kísérlet.